Sziasztok! Orsi egy picit ugye hamarabb végzett, én meg pont estem, úgyhogy talán egy picit több időm volt kipakolni, de azért siettem, hogy minden hamarabb el tudjuk kezdeni ugye a NEASZ Premiernek ezt a videós szakaszát. Üdvözöllek titeket, én Majoros Ági vagyok, és korrekciós technikát fogok nektek most bemutatni. A modellemnek el is készítettem a körmét, egy ujját kihagytam, és erre a korrekciós körömre egy ombre technikát fogok nektek bemutatni gyellakkal. Kezdjük is el. Gyere, Kati beállítja itt most a kamerát nekünk, és akkor nézzük meg, hogy beállítjuk a fényeket. Én felveszem a kesztyümet, hogy jobban lássátok a körmöt. Gyere, mutasd a kamerába. Mit csináltam? Na, újra varázsolok egy kis fény. A hosszabbítót. Na, mit oldjunk meg? Minden megvan. Minden megvan, itt vagyunk. Sem működik. Jól van. Na, nézzük akkor, hogy mi van itt. Először is mutatom azt a kezét Katinak, ami már kész van. Ez is a Brille Rose poligellel készült, és használtam hozzá ezt a szuper gyönyörű Magic 12-est, amivel egy sejtelmes, havas hatást értünk el. Ezt Bettina javasolta, hogy így jellemezzem ezt a csodás körmet. Nem tudom, mennyire közeli, remélem megfelelő, és ezzel egy nagyon egyszerű jelleget akartam, egy ilyen nagyon elegáns körmet akartam készíteni, vagy szerettem volna. És ez a Magic 12-es por van, az extra top fixálásmentes, rugalmas fedő fénybe beleszórva. Nézzük akkor a másik körmöt, és itt láthatjátok is, hogy mennyire karvajos a Katinak a körme, teljesen lefelé lóg. Segíts mindenkinek, hogy kettő Kati van most. Ja, igen. Ahogy én is az előbb magamra vettem. Kati, igen, amikor Katizol, akkor most nem nekem beszélsz. Igen, hanem a modellemnek. Szóval karvajos körmökről van szó, ami azt jelenti, hogy a köröm az új perc egyenességéből egy idő után elindul lefelé. Tehát ahogy felrakod a műkörmöt, vagy a gellak erősítést, ez a köröm el fog indulni lefelé. Kicsit, hogyha elfordítjuk, akkor lehet, hogy jobban látszik. Ezt nem csak onnan lehet látni, hogy nagyon szembetűnő, hanem onnan is lehet látni, hogyha egy reszelőt ide raksz az új csontra, akkor egyáltalán nem egyenesen fut az anyag felső vonala az új csonttal, hanem nagyon meredeken elindul lefelé. Ezeket a körmöket nem egyszerű elkészíteni, hiszen ezt a lefelé tartást korrigálnom kell felfelé, tehát abban a vonalban, ahol a reszelőm felső vonala fut most, és ezt fogom most elkészíteni. Poligellel ez nagyon egyszerű, hiszen egyáltalán nem folyik, és nagyon könnyen kezelhető. Ugye lapogató toló mozdulattal lehet vele dolgozni, és akár 2-4 ujjat is be lehet vele egyszerre tölteni. Kezdjük is akkor el, hogy mivel kezdjük ezt a korrekciót, bár elmondanám még előtte, hogy nem csak ugye töltéssel lehet ezt korrigálni, hanem újraépítéssel is. Ez mindig mindenkinek a maga választása, hogy újraépíti, vagy pedig tölti. Én is váltogatni szoktam a vendégeimnek, mert sajnos ez a köröm, ahogy lefelé nő, sokkal többször törik el. Tehát nem biztos, hogy azért fog ez a köröm eltörni, mert te azt rosszul csináltad meg, hanem azért, mert már annyira lenőtt, hogy a tartás biztosító anyagmennyiség teljesen előre, ráadásul lefelé is bukik. A töltéshez egy titánium karbid fejet fogok használni anyageltávolításhoz, és az Expert Drill csiszológéppel dolgozok. Nem tudom, hogy szó volt-e róla, nem volt már egyetlen csiszológép, és nem tudtam minden percét követni az előadásoknak. Többen kérdeztétek, hogy milyen csiszológépet használjátok, vagy most miért vegyetek. Kettőféle csiszológépet tudok nektek teljes szívvel ajánlani.
Az egyik az expert drill csiszológép, a másik pedig a drill drill. Elővegyem, előveszem most is. Jó, tehát ez lesz a drill drill csiszológépünk. Ezt én hoztam magammal, aztán itt volt a Kati felkészült és hozott nekem egy másik gépet. Nekem mind a kettő van. Ezt a gépemet nagyon sokáig hordtam magammal, most bekerült a Lilium utcai szalonomba, és most a Brill Drill gépet hoztam, és ez is lesz nálam majd most csütörtökön a töltéstechnikai tanfolyamon. Mind a kettő gépet ugyanannyira tudom ajánlani. Igazából dizájn alapján tudtok dönteni, hogy kinek melyik tetszik. Talán a Brill Drill egy icipicit erősebb, tehát aki mondjuk porcelánozik, azoknak a Brill Drillt ajánlom. Hiába 30 ezres a fordulatszáma mindkét gépnek, valahogy amikor elindítod, egyszerűen érzed, hogy ez a gép húz és nagyon-nagyon pörög és erősen viszi az anyagot, amikor használod. De az Expert Drill nekem, hát most már ez az ötödik vagy a hatodik éve, hogy megvan, hát sajnos már le is esett a földre, de még mindig él, és egyszer nem volt szervizben, úgyhogy maximálisan merem ajánlani. Nézzük akkor, a csiszolás magas fordulaton csinálom, és fentről lefelé irányuló mozdulattal lecsiszolom az anyagot. Ugye ez is egy új anyag volt, Katikának a kezén, ez a top, flake-top. Flake-top? Vagy flake-top? Kati, segíts! Flake-top. Flake-top. Nagyon-nagyon szép volt fel ez a napunk körül. Eltávolítom ilyenkor az összes anyagot. Óvatosan figyelve arra, hogy ne reszeljem el a saját körömnek ezt a magas ívét. Nem tudom jól hallani minden, de valószínűleg... Szerintem igen, most nem írta senki, hogy jól lenne a hanggal. Szuper. Tehát itt is látszik, hogy a saját köröm, itt még jobban lehet látni, hogy mennyire karvajosan nő lefelé. És most az lesz a feladatom, hogy a reszelő vonalában feltöltsem Future Gel-el. Ez azt jelenti, hogy itt az elején lesz nagyon-nagyon vastag az anyag. Amivel dolgozni fogok még a Future Gel mellé, ez a Future Solution folyadék. És 3D ártecsettel fogom eldolgozni az anyagot. Ezt előkészítettem, és ugye ez lesz az az ecsetünk. Több ecsettel is lehet dolgozni. Tehát lehet smile line ecsettel, lehet nagy porcelán ecsettel is nyugodtan. Én szeretem, hogy ennek kicsi a feje és hegyes, erős nyomást tudok vele kifejteni, könnyen beférek a sáncokhoz, valamint hogyha ugye reszelt mosolyvonalhoz készítem a körömágy hosszabbítást, ennek pont olyan a hegye, ami befér a sarokpontba. Mivel tavaly egy rendkívül részletes manikűr előadást láttatok tőlem, amit szerintem még mindig elérhető, ezért én most a manikűre nem pazaroltam az időt, ugyanis az ombre technika úgymond sokáig fog tartani, amit bemutatok. Ezért a manikűröm az már készen van, tehát kimanikűröztem a bőrét, mutatom is, hogy mivel. Ezzel a hegyes, gyémántporos fejjel. Az előző Nails Premieres előadásomban sokkal több fejet használtam. Ugye a fejeknek a használata mindig attól függ, hogy milyen bőrtípussal dolgozok. A Katinak a bőre nagyon száraz és nagyon sok bőre van, de nem lehet az ő kezén egy vastag, széles fejjel dolgozni, mert kiszakad a bőre, ezért választottam ezt a hegyes fejet. Most a fennmaradt anyagot egy 180-as reszelővel finoman átreszelem, szintbe hozom a saját körömmel, és a lenőtt köröm részt lemattítom. Óvatosan reszelek, nem oda-vissza, lassan. És itt elmondom azt is, hogy
ha melegíti a vendégedet a csiszológép, az nem a csiszológépnek a hibája, és nem a fejnek a hibája, hanem az, hogy nem megfelelő fordulaton használod, vagy pedig nagyon sokszor az, hogy el van már kopva. Ha el van kopva a fejed, akkor ugyanúgy, mint egy kopott reszelőt, elkezded rányomni a felületre, és ezáltal súrlódás jön létre, ami hőtermeléssel jár, és ettől égethet még egy sima, egyszerű 180-as reszelő is a vendégnek. Úgyhogy én ezért figyelek oda arra, hogy mindig megfelelő minőségű, tehát jó szemcsézetű reszelővel dolgozok. Ha ezzel kész vagyok, akkor én itt nem fogom formázni az elejét, azért nem, mert a korrekció miatt, majd fogjátok látni, úgyis eldeformálódna az eleje, tehát nem ugyanoda esne az eleje és a formája, mint ahova terveztük, de megemelem anyaggal is úgyis fogjátok látni, tehát itt nem formázom az elejét, bőven elég a legvégénél. Portalanítás után egy spray preppet használok rá. Ez ugyanaz, mint a nail prep. Most ez is gyakori kérdés szokott lenni, hogy a nail prep az ugyanaz, mint a spray prep, és igen, ugyanaz, csak más kiszerelésben van. Oké. Spray preppel lefújjuk. És én nem szoktam használni savas prányát. Ha valakinek izzadt a bőre, akkor nyugodtan lehet. Hanem egy savmenteset helyezek fel. Pisti írta, hogy szeretnek súrlódás. Jól benne vagyunk a képben, igaz? Hát, mert így nézem én is aztán. Kicsit csúszásban van ahhoz képest, amit látsz, de szerintem azt jó. Igen. Oké, lekenem savmentes primerrel is. Itt egy szöz, azt azért kiszedem valahogy. Oké. Oké. És akkor bondgelt fogok használni. Én nagyon szeretem, nagyon jó tapatást biztosít a körömnek, zselének és poligélnek egyaránt. És egy se nem vékony, se nem vastag rétegben helyezem fel a körömre. Ez géllakok alá is lehet használni. Így, és bemehet a lámpába 30 másodpercre. Bemehet a lámpába. Úgy. Oké, tehát ezzel meg voltunk, és akkor nézzük ezt a csoda rózsaszínt. Imádom, annyira vártam ezt a csillámosat, és ugye én már ezt rég megkaptam tesztelésre, és annyi tűkön ültem, hogy megosszam a képet, amilyen körmöt készítettem vele, és hát nagy sikert is aratott, és szerintem nálatok is ezt fog, és a vendégek is nem csak ezt, hanem a Milky Roast is imádni fogják. Arról egyébként tegnap posztoltam pont egy videót. Jó. Egy spatula segítségével, hát majdnem dupla annyi anyagot veszek fel, mint amennyi elég lenne erre a körömre. Előveszek egy pici papírtörlőt. És ugye a Future Solution folyadéka, vagy Forming Solution folyadéka dolgozok. És a 3D elfecsettel lenyomom a folyadékba, kihúzom a felesleges folyadékot, picit leítatom, nem dolgozok túl sok folyadékkal, és elkezdem az anyagot tolni, betolom a bőrhöz, teljesen a hátsó sáncnál dolgozom el először, nem kell hozzá erős mozdulat, az szokott lenni az én tapasztalatom, amikor jöttök tanfolyamra, hogy ebbe a zónába kilakozzátok az anyagot, tehát annyira jól el lehet dolgozni, annyira könnyen ki lehet szedni mindenhonnan, hogy a végén nem marad a bőrnél anyag. Arra mindig figyeljetek, hogy maradjon.
Ez érthető volt, ugye, amit mondtam? Jó. Mert így figyelek arra is, amit csinálok, meg amit mondok nektek, aztán nehogy hülyeségeket mondjak. Oké, és akkor most megnézhetitek itt oldalról, hogy ebbe a zónába akarom egyenesen felhúzni az anyagot, és itt látható, hogy ugye mennyire vastag az anyagmennyiség. Ezt innen el is rakom. Így jobban látszik. Nem, látszik úgy. Látszik. Így. És most így az egészet előre fogom lakozni. Hozzá kell tapasztanod a körömhöz, de nem lenyomom. Tehát nem követem ezt a karmolyosságet, hanem ellentétes irányba dolgozom el. Én is megnézem oldalról, és akkor én meg fogom mutatni nektek szemből, hogy ez milyen vastag lett. Tudom, hogy itt felmerülhet az a kérdés, hogy húha, de ez nem anyagpazarlás. De lehet az is, mondhatnánk így is, hogy anyagpazarlás, de ahogy az előbb elmondtam, kétféle korrekciós technika közül választhatsz, vagy ezt választod, hogy feltöltöd, vagy azt választod, hogy újraépíted. Tehát azt, hogy követed a köröm természetes lefelé irányuló ívét, az semmiképpen nem ajánlom, mert biztos, hogy le fog törni. Jó, tehát ezek közül lehet választani. Oké, ez most kössön meg, és utána mutatom, hogy szemből ez milyen vastag lehet. Közben jött egy olyan kérdés, Ági, hogy te számolsz-e extra költséget a karmajos körömnél? Hát én sose számoltam, nem tudom, tehát hogy ezzel a poligéllel is annyira gyorsan lehet dolgozni, szerintem árában nem tér el, jó, ha jól mondom, mert bocsánat, nem tudom, mindennek felül az árát talán tud segíteni, de szerintem nem tér el egy 15 millis zselétől annyival, tehát hogy mindig azt kell mérlegelni, hogy időben hogy jössz ki, mikor jár vissza a vendég, hogy jó munkát adják ki a kezedből, ő is meg legyen elégedve. Tehát, hogy nekem megéri mondjuk egy drágább, egy picivel, mert tényleg egyáltalán nem sokkal drágább szerintem egy Future Gel, egy sima zselénél. Viszont időben sokkal bentebb vagy, mert akár egy 30 perc alatt is el tudsz vele készíteni egy körmöt. Tehát hiába használsz mondjuk esetleg ezzel a feltöltéssel több anyagot, de időben sokkal rövidebb idő alatt kész vagy, és akár plusz vendéget is tudsz fogadni. Tehát, hogy így mindig a költségekhez mindig nem csak az anyagot kell beleszámolni, hanem magát az időt is, hogy mennyi idő alatt végzel vele. Na, készen vagyunk. Megkötött az anyag egy 60 másodperc alatt. Kezdőknek mennyire ajánlod a Future Gelt? Hát én nagyon. Én nagyon ajánlom, szerintem nagyon könnyen lehet vele dolgozni, de mindig egy ilyen válogatja. Lehet kapni tesztkészletet, tehát aki nem biztos önmagában, az nyugodtan a tesztkészlettel megnézheti a Clear-t, a Covert, a White-ot, azt hiszem ez a három van benne, és meg tudod nézni az állagát, és nagyon sok videón van köztük ugye ez is, amiben ugye ingyenesen tudsz arról tájékozódni, vagy tanulni, hogy hogyan is lehet ezt használni. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez alulról. Ugye itt ezeknél a körmöknél már ez ki van csiszolva, ugyanezzel a technikával készítettem. Jól látszik, remélem. És ugye most itt a mutató ujjat kell csiszolnunk alulról, és ha behajlítjuk, akkor látszik, hogy ez mennyire vastag. Uh-huh. Jól rá vagyunk közelítve, nagyon jó. És akkor most azt kell látnod, hogy ugye ezt az élvastagságot szeretném elérni, és ehhez az élvastagsághoz eddig kell körülbelül felreszelnem a körmöt. Nagyon jól teríthető ennek az anyagnak a felülete, tehát nem kell óriási hepehupákat átreszelned rajta. És az alsó reszeléshez kettő fejet fogok használni. A Gellac Remover-t, ide rakom, mert a fekete kesztyűben nem biztos, hogy látszik. A Gellac Remover fejet, valamint a titánium karbidot. Azért van kis kuglit,
titánium kis kuglit. Azért van szükségünk kettő fejre, mert a nagyobbal a nagyobb anyagmennyiséget távolítod el, és hogyha a bentebb kell nyúlnod a bőr tövéhez, a hiponíhiumhoz, akkor ugye a nagy fej nem fér oda, és akkor fogom használni ezt a kis kuglit. Nézzük akkor, hogy ez hogy néz ki. Tehát először a Gellac Remover. Erősen fogom a kezet, és elkezdek jobbról balra kiszólni. Közben nem felejtem el nézni szemből. Kiszolok egy kicsit, megnézem szemből. És akkor most fogok fejet cserélni. Portalanítok. És ide, ebbe a zónába fogok még becsiszolni egy kicsit. Milyen fordulatszámon van most kb. A csiszológéped? Hát majdnem maximumon. Nagyon fontos, hogy sose dolgozzatok alacsony fordulatszámon. Hát én sose dolgozok alacsony fordulatszámon, nem attól fog égetni az anyag, mert magas fordulatszámon dolgozol, hanem ismételten attól. Tehát rányomod a felületre. Jó. Lehet, hogy még itt lányom zavaromban lehet, hogy még lehet felszállni. Na mindegy, majd még megnézzük, ha kész vagyunk. És akkor 180-as reszelővel fogom folytatni a reszelést, és először megreszelem alulról óvatosan a formáját. Új a reszelő, úgyhogy ezért dolgozok óvatosan. És akkor összehasonlítom a másik formájával, mert ugye ezt tegnap csináltam, kis mikulásos hangulatban voltam. És akkor már sokkal vékonyabb, mint amilyen volt, de meg is mutatjuk újra. És most már csak a felületéből fogok egy kicsit reszelni. Egyenes reszelőtartással. Egyik irányból a másikba. Kiegyenlítem a felületet. Közben hasonlítom mindig a mellette lévő körömmel. Átreszelem a tövénél is. Óvatosan. A tövetnél fontos a szép átmenet, a jó reszelés, hiszen csak akkor tudsz szépen gellakot és bármilyen szint felvinni, hogyha jó a körömnek a töve. És ugye erre az anyagra, erre a csodaszép csillámosra nem is kellene szint raknunk,
de ugye egyszerre akartam színt is, és építőanyagot is bemutatni, valamint az új ombre flat ecsetünket. Úgyhogy ezért is készült el a másik keze egy másik dizájnban, hogy lehessen látni ezt a fantasztikus csillogását ennek az anyagnak. Extrém hosszú körmökhöz is ajánlod a Future Girl? Hogyne, természetesen. Bizony, nyugodtan használjátok hosszabb körmökhöz is. Nem is befizok. Meg egy pillanatra megmutatnád, hogy hüvelyk ujjnál milyen pózba lehet kireszelni alulról. Ja, igen, így. Hát a könyök, tehát így mutatom, mert a könyöke nem biztos, hogy fog látszani most, hogyha itt van szembe veled a vendég keze, akkor ugye erre tud forogni. Tehát befelé forog a kéz. Tehát, hogyha a vendéged szembe ül veled, akkor így befelé fordul el, és akkor így kifelé tartja a kezét. És akkor így tudsz alárreszelni. Oké. Okay. És akkor sajnos sok vendég azt csinálja, hogy így rámarkol a kezedre, és akkor pont azt nem látod, amit kellene, és akkor így mindig ki kell nyitogatni neki. Lehet, hogy egy picit kényelmetlen ez a póz, de egy pár perc, hát nincs egy perc, amíg ezt így tartania kell. Közben gubizok tovább. És akkor most jön a legjobb rész. Ugye, pár perc alatt megvolt a töltésünk, kicsit kitisztítom cleanerrel. Itt egyébként el szoktam küldeni a vendéget kezet mosni, és utána szoktam felvinni a színt. Jól kiszedem a tövétől a port, és alulról is, hogy lássátok, hogy milyen csodálatos lett. Kitisztítom, mutasd a másikat, és így. És akkor így szépen, ugye, alá van reszelve, vékony a köröm. Innen is látszik, ugye teljesen eltér a formája attól, mint amilyen volt. Remélem feltűnő, ezért jött velem a Kati. És akkor menjünk is tovább egy fantasztikus ecsetre, a Flat Ombre ecsetünkre. Ugye biztos ismeritek az ombre ecsetünket, amivel ugye lapogató, ütögető mozdulattal tudjuk elkészíteni a színátmenetet. És ugye most kijött, hát én szálas ecsetnek hívom, nem tudom ki, hogyan hívja, ilyen szálas fésűs ecsetünk jött ki. Most jól meg fogtam vigyázni kell, ne legyen poros, mert akkor a géllapba azonnal belerakod a port. Ki is tisztítom gyorsan. Gyorsan kis spraypreppel átfújtam, mert az gyorsan hamar elpárolok belőle. És inkább kikészítek ide egy másik papírtörlőt. Az ombre technikát Az ombre technikának számos változata van. Rengeteg féleképpen el lehet készíteni, ezért ne ragaszkodjatok csak ahhoz, hogy most ebben a videóban ti ezt láttátok, és akkor ezt így kell csinálni. Nagyon-nagyon sokféle technikával és ecsettel el lehet készíteni. Mindig az anyagtól függ az, hogy mivel használod, vagy melyik ecsetet használod hozzá, designer géllel, géllakkal, sima zselével, és ugye, mivel most ez a szuper jó új ecsetünk, ezt én már nagyon régóta vártam, mert ezzel nagyon finom átmeneteket lehet készíteni géllakkal, úgyhogy nem kell a vendégnek a designerekkel kombinálni, hanem ezzel is lehet dolgozni. Az új Hypnotic 128-as színt választottam. Nekem nagyon tetszik ez az üveg, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Nekem ez így nagyon bejött valamiért, valahogy ugyan egységes, így az egész, nem tudom miért tetszik. És ami illet hozzá, ez a 128-ashoz, amivel egy kicsit ilyen téli hatást értem el, ez a múltkor egy fél éve megjelent, ugye? A 116-os a múltkori premieren jelent meg, a 116-os menta árnyalattal hoztam össze. Először a sötét színt fogom felkenni a köröm tövéhez. Annyira megyek fel, amennyire bírok.
És nem használok se több, se kevesebb géllakot, mint amennyit mondjuk egy első réteg géllaknál felkennék. És kijött ez az új, nagyon cuki, short ecsetünk, ami egy nagyon picike hegyen rendelkezik. És ennek a segítségével a töveket ki lehet korrigálni. Mindenhova be fog férni, úgyhogy nem fogsz hozzáérni a bőrhöz. Így. És akkor most jöhet a 116-os színünk. Amit közvetlenül alá fogok felkelni. Nem baj, ha összeér, de hogyha az ecseteden lesz a másik lila szín, akkor azt előbb ugye töröld meg, és utána rak vissza a helyére. És akkor most jön ez a jó kis ecset. És először azt csinálom, hogy átfésülöm jobbra-balra a színt. Haladok egy picit lefelé, majd picit felfelé, tehát összekeverem a két színt. Igazából már ez is egy nagyon szép minta lenne szerintem. A kedvezmény az már él a webáruházba, és egészen éjfélig lesz érvényes, éjfélig tudtok leadni rendeléseket, 15% kedvezmény van mindenre, kivéve az újdonságok. És automatikusan bekerül a csomagba mindenkinek egy katalógus, illetve az ajándék is. És akkor elkezdem sepregetni az anyagot. Na, ezt a szót még nem használtam, de ez így nagyon jól ért most szerintem. Mert fentről lefelé elkezdem húzgálni, soronként. Miközben húzom, koncentrálok arra, hogy ezeket a sorokat jól összemossam. Tehát, hogyha kell, akkor kétszer átmegyek rajta oda-vissza. És hogyha most én most itt nagyon sok lilát érzek, akkor megtörlöm az ecsetet. És úgy megyek tovább, tehát nem húzom lentebb ezt a lilát, hogy zöldebb maradjon a géllag. Na most, amint látjátok, ezzel a technikával lehúzod a színt. Ezért szoktam három réteggel készíteni, mert lehúzzuk vele. Tehát ahogy így húzom lefelé a színt és mosom össze, lehúzott a körömről, és ezáltal elfogy az anyag. Tehát az, hogy három réteggel kell ezt elkészíteni, az egyáltalán nem probléma. Gyors kézmozdulat kell hozzá, hogy haladj vele. De ha ráérzel ezekre a pici, apró, soronkénti mozdulatokra, akkor szerintem nagyon könnyen el tudod ezt készíteni. Jó. Bemehet a gépbe. 30 másodperc a géllapoknak a kötés ideje. És nem tudom, itt látszik-e, de közben ugye papírtörlőn, két törlő között szárazra törlöm az ecsetet. És akkor jöhet a következő réteg. Na most váltott kézzel dolgozunk a szalonban, tehát ilyenkor már ugye csinálod a vendégednek a másik ujját, és akkor itt visszatérnék az előző kérdéshez, hogy én erre számolok rá többet. Mivel az ombre technika ezzel a technikával több idő. Tehát, hogyha hamar meg vagyok vele, mert mondjuk egy dizájnerrel csak egy pici átmenetet elkészítek, arra mondjuk nem kell többet számolni. De amikor mondjuk 10 ujjára kéri a vendég olyan színekből, amit csak ezzel a technikával tudsz összemosni, mert ezt a technikát kell hozzá választanod, akkor igenis ez egy időigényes folyamat, és igenis, azt nyugodtan szerintem pluszba fel lehet számolni. Persze, itt jöhet az is, hogy ugye referencianyagnak akarod-e, vagy nem. Egyszer a Bettinának volt egy nagyon jó videója erről, amivel teljes mértékben egyetértek, hogyha ugye referenciának szánsz egy körmöt, akkor azt ugye nem számolod fel a vendégnek,
mert neked abból csak plusz vendéged lesz. Még egy picit kiegészítem a tövét. És próbálom a színt ugyanoda tenni, mint ahol, ahova legelőször tettem. Lesznek olyan színek, amivel két rétegben tökéletes lesz egyébként az átmeneted, azok a sötét színek lesznek inkább. Mindig figyelj arra, hogy egymáshoz illő színekkel kezdj el ombre technikát tanulni, mert ha két nagyon egymástól távol álló színnel kezdesz el gyakorolni, nem biztos, hogy sikerélményed lesz. Szerintem elsőnek próbáljatok meg mondjuk ugye narancsot rózsaszínnel összemosni. Vagy különböző árnyalatokat, tehát sötétkéket, világoskékkel. És hogyha ugye ráérzel és már megvan a sikerélmény, akkor ugye lehet haladni a nehezebb, távolabb álló színárnyalatok felé. És akkor megint söprögik. Remélem tetszett nektek a mai nap. Ugye Bettina fog utánam jönni, igaz? Jól tudom? Igaz. Jól tudod. Már csak ő van. Már csak egy bemutatón. Néha-néha belepillantottam itt az előadásokba. Szerintem nagyon jól sikerült. Mindenkinek én azt láttam. És láttam, hogy a többiek, ugye például ugye Zsófi szolnokon van. Igen. Hogy ott is mennyi áru ki van rakva, Úristen. Remélem a lányokat jól szórakoznak, és... Beszéltem Szolnokkal. Volt egy ilyen mini bejelentkezésem Szolnokra. És sokan vannak, nagyon jól érzik magukat. Élőzött is a Zsófi. Illetve ugye, akik amiatt szoktak izgulni, hogy mikor kapják meg a csomagokat, rendelésüket, valószínűleg most is rengeteg rendelés érkezett be már eddig is, illetve fog még beérkezni, de jó hír, hogy a bolt ma is dolgozik, nincs nyitva az üzletünk, de dolgoznak azon, hogy a csomagok már haladjanak és szedik folyamatosan a csomagokat, úgyhogy mindenki, amilyen hamar csak tudjuk, meg fogja kapni a csomagját. Ha kell, akkor most azt láthatjátok, hogy egy keresztirányú mozdulattal is összeütögetem a színeket. És most már szerintem egy nagyon szép átmenetünk van, bemehet a lámpába, de én erre még egy réteget rá fogok tenni, hogy tuti legyen. Megírják ugye, hogy jövőre remélhetőleg már a Corvinban lesz. Mi is reméljük. Hát ezt akartam mondani, hogy tudom, hogy nektek is már azért hiányzik, hogy élőben ott a helyszínen. Bettina sóhajtott egy nagyon... Igen. Kiöltöztem, azt rájöttem, hogy minek. Hát látszol az elején. Hát de nem, hát fölül, hát az semmi, érted? Itt Ági is látom Kristopánkában, hogy ott nem magas sarkúban, mint szokott. Hát igen. Hát azért még mindig jobb, mint a tavalyi, mert tavaly melegítőben voltam. Na jó, de figyeljetek, nektek nem kell végigállni a nézt. Hát én mondjuk örülök, hogy sportcipőbe állhatom most végig. Jó. Na jó. Na és akkor egy utolsó réteg. És nincs kuponkód most, hanem automatikusan a webáruházba be van állítva a 15% kedvezmény. Oké. És akkor esetleg még kérdés szokott lenni az, hogy műkörömnek az élét lezárom-e gellakkal, nem zárom be. Én nem szoktam lezárni a műköröm szélét gellak színnel és zselé színnel, egy részről lekopik, más részről vastagítani fogja az egész körmöt, tehát csak a természetes körömlemeznél
kötelező ezt a természetes körmöt lezárni, bezárni. Itt ugye műköröm esetében ez nem fontos, sőt, nem is ajánlom, mert csak egy kis része lekopik a vendégnek a körömről, akkor nagyon után fog kinézni, hogy itt-ott van festék. Ezt az alárészelést egyébként nem csak korrekciónál használhatjátok, hanem hogyha a vendéget körme vastag, tehát alapból a saját természetes körömön ez a vastag, akkor az építésed is vastagabb lesz. Nem azért, mert rosszul csinálsz valamit, hanem maga a saját körben sokkal több anyagot vesz fel. És ilyenkor ezen a vastagságon egy icipici alárészeléssel tudsz korrigálni, anélkül, hogy elvékonyítanád az anyagot. És akkor már hamarosan kész is vagyunk. Nagyon finom, puha szőrei vannak az ecsetnek, és ez nagyon sokat segít az átmosásban. Tehát egy kemény szőrű ecsettel, vagy úgy, hogy kivágod az ecsetet, hogy megvágod, azzal nem fogsz egy ugyanilyen hatást elérni. Higgyétek el, mert próbálkoztam mindennel, amikor még nem volt. Megmutatod, mivel törlöd az ecsetet? Hát egy ilyen, hogy mutatom, nail wipes-szal törlöm. Várjál, kizumolok. És a nail wipes közé behelyezem az ecsetet, és áthúzom rajta. És teljesen szárazon használhat. Teljesen szárazon, és akkor ugye ezt, ha így elrakod, akkor a következő használatnál ugye azt érzed, mintha így bekeményedett volna az ecset, akkor átfújom spray preppel, és akkor visszalazul. És akkor egy kicsit itt átmegyek keresztbe, ha kell. És készen vagyunk az átmosással. Oké, bement a lámpába, 30 másodperc, és utána ugye ezt a havas pöttyöket fogok még rátenni. Extra toppal fogom fedni, használhatok rá duplú toppot is, ugye, hogyha mondjuk feketével készítetek átmenetet, akkor mindenképpen a no-blue-t, de mivel most itt lilás, kékes hangulatú az egész köröm, ezért nagyon jó lesz rá az extra top. Ki is veheted. És ha szükséges, a köröm tövénél még itt is a nullás ecsettel lehet korrigálni a toppot, amit fogok is, mert ugye annyira közel kentük a bőrhöz, hogy oda a nagy ecset nem biztos, hogy befér. Imádom az ombrét. Én imádom. Jó, bement a lámpába, meg folyik el, és akkor van még idő annyi, hogy ezeket a pöttyöket felhelyezzem. Van 4 perced, Ágnes. Úr, világi. Nagyon jó. Contour White Gel-lel fogom elkészíteni. Hát én nem mutatom meg a palettámat, mert ez... Annyira nem olyan vészes, Ági. Ez nem, hát ez... Hát használ. Jó, hát használ. Nem láttad még az enyémét. Jó, hát nekem is van egy ilyen kis palettám, ezt láttam, hogy kérdeztétek, hogy ugye miben tartja Erika, Erikánál kérdezték, ha jól emlékszem. Igen, azt hiszem. Én is ugyanígy, ki vannak keverve a színek, át van keverve fehérrel, feketével, ezáltal rengeteg árnyalatot kapok, és ugye a kontúrgél is, kontúrgélemet is raktam ide. Ide rakom most magam mellé, és akár pontozótűvel, akár ecsettel nyugodtan el lehet készíteni ezeket a kis havas pöttyöket. Most zártad extra toppal, ugye, a körmöt? Igen, 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 extra toppal. És akkor csak így ide-oda. Hát ezzel az ecsettel még jobb ezt felrakni.
Mert tegnap éppen lomgecset akadt a kezembe, amikor a pöttyöket raktam. Tehát ezzel meg itt így, hú, ez nagyon jó. Ezt ki kell, hogy próbáljátok. Szuper. És akkor kész vannak a havas pöttyök. Várjál, ráközelítek így az egészre. Jó, nézzük meg, mert ezután ugye most ez bemegy a gépbe, és el is köszönünk, mert akkor Bertina átpakol. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tudtátok hasznosítani a tanultakat. Próbáljátok ki a Brill Future Deal-ünket, én imádni fogjátok. Nagyon-nagyon szép napot, jó vásárlást nektek, és hamarosan majd is találkozunk. Remélem. Így van. És köszönjük, Ági, neked is a bemutatót. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!